Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük főbb híreinket! Viharos szél. A lökések ereje meghaladta a 90 km/h. Múlt és jelen. Tudományos konferencia 210 éves erdészeti felsőoktatásról. És hóvirágok. Már megjelentek a kertekben és erdőségekben a védett növények. Viharos szél támadt az ország nagy részén az átvonult hidegfront mögött. Sopronban közel 100 km/h lökést is mértek. Napközben hózápor is kialakult, miközben ragyogóan sütött a nap. A légmozgás mérséklődik majd, de szeles hét vár ránk. Feltámadt az északnyugati szél a hétfőn átvonult hidegfront mögött. A szélvihar erejét jól jellemzi, hogy a soproni mérőponton 90 km/h fölötti lökéseket is rögzítettek. Érdekes időjárási jelenséget figyelhettek meg a soproniak, miközben sütött a nap, havazott is. A viharos szél kellemetlen, többeknél ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki. Ugyanakkor jelentősen lecsökkent a légszennyezettség, a szállópor koncentrációja országszerte alacsony. A széllel összefüggésben a tűzoltósághoz 2-15 óráig csak néhány esetről érkezett bejelentés. Sopronban a Talján utcában egy fa dőlt egy másikra, veszélyeztetve az ott húzódó távhővezetéket. Később az iparkörúton bontott meg egy tetőt a szél. A légmozgás kedd estétől fokozatosan mérséklődik. A következő napokban inkább már csak élénk, csütörtökön helyenként erős lökések kísérhetik. De a mostanihoz hasonló szélviharra nem kell számítani. 210 évvel ezelőtt kezdődött az erdészeti oktatás Selmecbányán, a Soproni Egyetem jogelődjében. Az egyetem diákjai és kutatói erről emlékeztek meg az intézmény Erzsébet kertben található épületében. A rendezvényen a Karon folyó és ahhoz kapcsolódó munkát is bemutatták. A konferencián az erdőmérnöki Karon folyó legfrissebb kutatások bemutatásával emlékeztek arra, hogy az erdészeti felsőoktatás alapjait 210 évvel ezelőtt fektették le. A mai napnak az a célja, hogy bemutassuk azokat a kutatásokat, amelyek az erdőmérnöki karon zajlanak, részben azért, mert ez egy nagyon széles spektrumot fed le, egészen a matematikától, természetesen a hagyományos erdészeti kutatási témákon át a vadgazdálkodási, természetvédelem, környezetvédelem keresztül. A mai nap több mint 50 előadás, illetve poszter kerül bemutatásra. Az a célunk tulajdonképpen a mai nappal, hogy egyrészt bemutassuk a jelenlévő kollégáknak, akik elsőben gyakorlatban jönnek, illetve magunknak is, hogy ki milyen kutatást végez, hiszen ma már a kutatás inkább nemzetközi, hát azt jelenti, hogy ezek a munkák mögött nagyon sokszor hazai és nemzetközi publikációk vannak. Az utóbbi időszakban több mint 30 tudományos munkát publikáltak a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának szakemberei. Úgy vélik, ennek is köszönhető, hogy a hazai erdők nemzetközi szinten is példás állapotban vannak. Az előadásokban az érdeklődők a képzés történelmébe is betekintést nyerhettek. Menjünk el Selmecbányára, mert ott kezdődött minden. Tulajdonképpen 1807. augusztus 30-a az a fontos dátum, amit meg kell említenem, ugyanis az akkori uralkodó Első Ferenc aláírja az Erdészeti Tanintézet alapításáról szóló okiratot, és ebben az évben, még 1807-ben megérkezik Selmecre az első erdésztanár is Németországból, őt úgy hívják, hogy Heinrich Dávid Wilkens. Wilkensnek volt köszönhető, hogy 1809. február 12-én megtarthatták az első előadást Selmecbányán, ahol 110 évig honolt a képzés. Aztán a történelmi folyamatok miatt az intézménynek új otthont kellett keresnie. A szomorú pillanat az 1918-as időpont, amikor is december közepén el kell indulni Selmecről, azért, mert a csehek megszállják a felvidéket, új otthont keres a selmeci, akkor már bányászati és erdészeti főiskola, és ezt az új otthont itt Sopronba találja meg. 1919. áprilisában, április 18-án már meg is indulhat itt a oktatás Sopronba, azért, mert az akkori polgármester Soproni Turner Mihály befogadta ezt a felsőfokú intézetet, és azóta is itt lehet Sopronban. A Soproni Egyetemen jelenleg is kiemelten kezelik az erdészeti oktatást, és tiszteletben tartják a képzés hagyományait is. Az erdőmérnöki kar egyetemünk legősibb kara, tulajdonképpen 1808-ra vezeti vissza tevékenységét, ekkortól számítjuk az erdészeti felsőoktatás kezdetét. Képzéseink közül
a hagyományos erdőmérnöki szak, 5 éves osztatlan képzés, unikális jellegű, ez azt jelenti, hogy az egész országban csak itt található meg ez a képzés. Tehát aki erdőmérnök akar lenni és oklevelet akar szerezni, csak Sopronba tud beiratkozni. Büszkék vagyunk erre, hiszen nagyon régi hagyományai vannak a szaknak, és ezek a hagyományok nem csak az oktatás fejlődésével alakultak ki, hanem maguk a diákhagyományok is folyamatosan változóan ugyan, de megőrizve eredeti jellegüket sok tekintetben fejlődtek tovább. A konferencia keretében az épület aulájában a legfrissebb kutatásokat részletező plakátokat állítottak ki. Péntekig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra. 2019-ben a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 3-ától június 28-áig tart. A felsőoktatási intézményekbe szintén február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételiben. A jelentkezéseket február 20-áig kell hitelesíteni ügyfélkapuval, vagy kinyomtatott, aláírt és az oktatási hivatal címére postán elküldött hitelesítő adatlappal. A pontszámítás 500 pontos rendszerben történik. A tanulmány és érettségi maximális 400 pontja mellé különböző jogcímeken legfeljebb 100 többletpontot lehet kapni. A ponthatárokat váratlan július 24-én hirdetik ki. A Soproni Egyetemre az előző évek tapasztalatai alapján átlagosan 3,500 jelentkeznek, ezren első helyen jelölik meg az intézményt, mondta stúdiumban dr. Katona György, rektor helyettes. A Sopron Egyetemnek, hát most attól függ a statisztikák, mindig lehet játszani, de 70-80% között az oktatói minősítettek. Tehát minimum doktori fokozattal rendelkeznek, de hát nem kevesen nagy doktorok. Tehát azt kell mondjam, hogy az oktatás minőségét tekintve azért ott vagyunk, és nem a futottak még kategóriában vagyunk ott. Hát a különféle ilyen országos rangsorokat is meg lehet nézni. A közgázkarunk a vidéki közgazdasági képzőhelyek között kiemelkedő helyet foglal el. Az oldapedagógus képzésünk a vidék legjobb kisgyereknevelő a rangsorok szerint. Tehát azért itt van mivel büszkétkednünk. Sopron környékén is több helyen szirmait bontotta a hóvirág. A szakember szerint a növény ezzel a tavasz közelettét jelzi. A kikeleti hóvirágot csak megcsodálni szabad, letépni nem. 11 vagy annál több szál gyűjtéséért akár börtönbüntetés is kiszabható. Alsó löveri kertben vagyunk, ahol nyílnak már a hóvirágok, az első hóvirágok, mert majd később több is lesz. Dr. Varga Mária frissen kinyílt kerti hóvirágot mutatja. Az agrármérnök szerint meglepő, hogy a növény már több helyen is szirmait bontotta. A hóvirág ugyanis jellemzően február második felében, március elején virágzik. Gergely virágnak hívják, Gergely napján szokott nyílni, és hát még hívják a kikeletnek, mert hát jelzi azt, hogy jön a tavasz. Hát mi emberek tulajdonképpen ezt még nem érezzük, de ő bennük bízhatunk, mert ők jobban érzik a természet indulását. A természetben előforduló kikeleti hóvirág védett. Egy szál letépéséért 10 000 forint bírság jár, 11 leszakításáért pedig akár börtönbüntetés is kiszabható. A szigor egyik oka, hogy a virág fontos eleme az erdő ökoszisztémájának. Az aljnövényzet, ha virágos, az nagyon szép, és a talajjavító hatása is megvan, mert ha növény nélkül van, akkor nincs a talaj élet, és akkor már nem az erdő, aminek lenni kell. Tehát aljnövényzet, bokrok, fák, ez az erdő, és az öröm, hogyha bemehetünk. A csupán pár napig tartó korai tavasznak köszönhetően több növény is szirmait bontotta, vagy elkezdett rügyezni, így például a téli jázmin is. Farsangi vigasságra várták a családokat a fertődi Eszterházi kastélyba szombaton. Az eseményen rendhagyó tárlatvezetésen idézték fel a hercegi bálok hangulatát, és farsangi fánkot és árarcokat is készítettek. Ez a terem volt az, ahol a vendégeknek és önmaguknak megterítettek. Rendhagyó tárlatvezetés színesítette a fertődi Eszterházi kastély farsangi programját. Miklós herceg farsang idején állarcos bálokat rendezett magasrangú vendégek és a rokonok tiszteletére. Ezek a maszkabálok szigorú szabályok szerint megrendezett társadalmi események voltak. Ezekben nyerhettek betekintést az érdeklődők a tárlatvezetésen.
Miklós herceg vendégeként meghívott bennünket egy állatos bárra, és a kastélylátogatás alatt megismerhetik egy napját a hercegi családnak, amikor pont a bárra készül. Foglalkoztatóban pedig állarcokat fogunk természetesen készíteni, és a főszakács pedig készített nekünk fánkokat, és gyógyteából teát, azt fogjuk kortyolni a fánkhoz. Barokruhába is be lehet öltözni, illetve ha lesz kedve a társaságnak, akkor még egy kis menüettet is tanulhatunk. Miklós herceg vendégeként barokk ruhát ölthettek, korabeli zenére táncolhattak, állarcot készíthettek, és az udvari szakács fánkját is megkóstolhatták a résztvevők a farsangi mulatságon. Megyei diákolimpiai döntőnek adott otthont a Soproni Szakképzési Centrum Fáj András két tanítási nyelvű gazdasági szakgimnázium tornaterme. A soproni tollaslabdázók jól szerepeltek, 8-an kivívták a lehetőséget arra, hogy területi tornán képviseljék iskolájukat. Gyors labdamenetek és szoros meccsek, ezek jellemezték a tollaslabda diákolimpia megyei döntőjét. A következő lépcsőfok a fiataloknak a területi megmérettetés lesz. Ha ott is remekelnek, indulhatnak az országos versenyen, emelte ki Kocsis Attila, a Soproni Tollaslabda Egyesület elnöke. Van területi döntő, ez az a következő lépés ennek a versenysorozatnak. A területi első négy helyzetje majd országos döntős lehet. Ahhoz, hogy valaki a területi döntőbe jusson, ahhoz a megyei diákolimpia korosztályában és nemenként az első négy helyzet között kell, hogy legyen. A megyei döntőn a házigazda soproni sportolók is számos továbbjutó helyet értek el. A lányok között Winkler Dorottya Laura, Lukács Boglárka, Oswald Julianna, Nagy Csenge és Kanyó Rebeka is területi döntős. A fiúknál Pál Fizétény, Elter Ádám és Németh Márton lépett tovább a pápai területi megmérettetésre. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható. Majd érkezik a mozaik, amelynek vendége dr. Katona György, a Soproni Egyetem oktatási rektor helyettese lesz. Utána Kávé 2-esben című műsorunk következik. Kedves nézőink, önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Kedden sok napsütés ígérkezik, de a hosszabb napos időszakokat felhő átvonulások zavarják meg, és elszórtan záporok, hózáporok is kialakulhatnak. Élénk marad az északnyugati szél, délután 2-7 fokot mérhetünk.